üd mindenkinek! A következő percekben a trójai mondakör legfontosabb eseményeivel és legfontosabb szereplőivel fogunk megismerkedni. Mint nagyjából minden a görög mitológiában, ez a szelete a görög mitológiának is nagyon komplex, szertágazó történeteknek a sorából áll. Mindez csak nagyon-nagyon vázlatosan fogjuk áttekinteni, úgy, ahogyan egy ilyen rövid videóban belefér de talán alkalmas arra, hogy a homéroszi eposzok elemzését kicsit előkészítse. Egyébként, ha még nem láttad, akkor mindenképp érdemes megnézned a Mi az eposz című videót, illetve, hogyha nem vagy különösebben járatos a görög mitológiában, akkor az erre vonatkozó videókat is ajánlom figyelmedbe. Na, tehát a trójai mondakör, nagyjából a trójai háború köré csoportosuló történetek összességét szoktuk trójai mondakörként emlegetni. És az egyik legérdekesebb dolog a trójai háborúval, meg a köré csoportosuló mondákkal, történetekkel kapcsolatban, hogy tulajdonképpen a 19. század utolsó harmadáig nagyjából az volt a közvélekedés, hogy ez egy mese. Tehát, hogy ez valahogyan a, a görögség ajkán fönnmaradt mitológikus történet, de hogy olyan különösebben valóság alapja nincs. Aztán a 19. század utolsó harmadában jött egy német kereskedő, egy gazdag kereskedő, akinek nagyon kalandos élete volt, aztán utólag kiderült, hogy az önélet írásában, meg a trója felfedezéséről írottakban azért nem minden volt úgy, nem minden felelt meg a valóságnak, de az lényeg, hogy jött ez a Heinrich Schliemann nevű kereskedő, aki fejébe vett, hogy megtalálja tróját. Egyébként Trója neve az görögül iljon, innen is van az Iliásznak a címe, hiszen az Iliász azt jelenti, hogy Ilionról szóló ének, és ez a Heinrich Schliemann nevű német férfi rajongott az homérosz eposzokért és az Iliászért. Gyerekkorában nagyon-nagyon sokat olvasta, és már egészen korán elhatározta, tulajdonképpen azt a fogadalmat tette, vagy azt a célt tűzte ki maga elé, hogy ő bizony meg fogja keresni Tróját. Aztán telt, múlt az idő, egy nagyon-nagyon vagyonos kereskedő lett, és tulajdonképpen ilyen hobbi régészként járta a világot, nagyon sokat volt Görögországban, a második felesége egyébként egy görög nő is volt. A lényeg a lényeg, hogy végül elkezdte az ásatásokat, ha jól emlékszem, 1871-ben, és a helyszínt, hogy hol lehet Trója, tulajdonképpen az Iliász alapján próbálta beazonosítani. Tehát az Iliászban lévő utalásokból, például abból, hogy két forrás volt a, a városban, vagy hogy nagyon szeles volt az idő, tehát az a lényeg, hogy nagyon figyelmesen végigolvasta sokat szóra is az Iliászt, és így próbálta, így azonosított be egy dombot, ahol úgy gondolta, hogy a város van, ahol trója volt, és el is kezdett ásni, teljesen amatőr módszerekkel egyébként, tehát a... Szakemberek azok azok nem így végezték volna. De tulajdonképpen ennek az amatőr módszernek köszönhető az, hogy végül is eljutott egy hatalmas kincshez, és eljutott egy város maradványaihoz, amiről, mint kiderült, végül is nem a Homérosz korabeli tróját, találta meg, de az ő ásatásain nyomán aztán a professzionális régészek, meg a tudósok végül feltárták Tróját. Egyébként maga Schliemann 1873-ban már találta meg az első leleteket, már éppen már ki volt tűzve, hogy mikor fejez be az ásatásokat, amikor, amikor végül a sokadik rétegben leletekre talált. Tehát az a lényeg, hogy a trójai háborúról Kiderült, hogy az, hogy az nem egy mese, hanem van valamiféle történelmi alapja. A, a történészek, régészek úgy gondolják, hogy valamikor a Krisztus előtti 13. században, tehát Krisztus előtt 1200 körül vezettek a görögök egy tíz éves háborút Trója ellen. Trója egyébként Kis-Ázsiában van, a mai Törökország területén. Ez azért is érdekes ez a történet, mert ha az, arról gondolkodunk, hogy mire jó az irodalom, ugye erről is van egy külön videó, ajánlom figyelmetbe. Tehát, hogyha, hogyha feltesszük a kérdést, hogy mi haszna van az irodalomnak, hát például ez egy tipikusan olyan eset, ahol, ahol az irodalom úgymond okosabb volt, <laughs> mint a tudósok, és hogyha valaki rászánta az időt, és figyelmesen olvasta, olvasott egy irodalmi műnek tekintető szöveget, akkor bizony még a tudományt is kisegítette, és egészen, egészen nagy felfedezéseket lehet tenni, akár az irodalomból kiindulva is. Tehát ennyit a trójai háború valóság alapjáról, vagy történelmi alapjáról, és akkor nézzük, hogy hogyan jelenik meg ez a háború a görög mitológiában. A görögök úgy gondolták, úgy hagyományozták tovább ezt a történetet, hogy a trójai háború kitöréséhez két nászra volt, vagy két názból eredeztethető a trójai háború kitörése. Próbálom ezt nem túl bonyolultan elmondani, de úgy, hogy minden lényeges szempont előkerüljön. Na nézzük, hogy mi volt ez a két nász. Az egyik nászra, spátában került sor, ahol Zeus, aki nagyon-nagyon szerette a nőket, a halandó nőket is, meg az istennőket is, hattyú, ja és nagyon változatos módokon tudta elcsábítani azokat, akiket kiszemelt magának. Nekem a kedvencem az az, amikor aranyesű formájában sikerült valakit elcsábítani. Na de most ebben az esetben egy hattyú képében csábította el Lédát. Az egyetlen probléma ezzel az volt, hogy Léda az a spártai királynak a felesége volt, tehát ő is spártai királyné volt. Tehát megtörtént a, a nász, Zeusz elcsábította Lédát, aki kettő hattyú tojást hozott világra, és minket most az egyik hatyú tojás érdekel. Ebből a hatyú tojásból született két lány, és az az érdekes, hogy az egyik lány Helené, ő neki Zeus volt az apja, a másik lánynak Klutaim Néztrának, viszont Léda férje a spártai király. A másik tojásban pedig két fiú volt, polüdejük kész és kasztor, róluk is egy csomó történet szól a mitológiában, de velük most nem foglalkozunk tehát Helen és Klutaimnésztra a két lány, és tulajdonképpen nagyon praktikusan mentek férhez, egy testvérpárhoz, egy testvérpár feleségei lettek. Heleni a, a spártai, a későbbi spártai király Menelaoshoz ment hozzá, Klutaimnésztra pedig Agamemnonhoz, aki meg majd Mükéni királya lesz. Tehát ez az egyik nász, ami megelőzte a, spáta, a trójai háború Kitörését, és itt majd Helené lesz, akinek a nevét meg kell jegyeznünk. A másik Nászra pedig egy, egy másik helyen, Fitiában került sor. Itt Tétis, aki aki Poseidonnak a lánya, tehát tulajdonképpen egy istenő, ment hozzá Péleuszhoz, aki egy halandó férfi. És ez egy nagyon-nagyon, hát el tudjátok képzelni, hogy mennyire rangon aluli házasság egy istennőnek hozzá menni egy, egy sima halandó férfihoz nem is elég sokáig vonakodott is Tétis, de Zeus nagyon kötötte az ebet a karóhoz, ugyanis neki nagyon tetszett Tétis, ő meg is környékezte, szerette volna elcsábítani, viszont Poseidon, Tétisnek az apja megjósolta neki, hogy Tétis születendő fia az nagyobb hős lesz az apjánál. És ezért, Zeusz, Zeus, hogy még véletlenül se ő legyen az, akit ez az átok sújt, hát idézőjelbe sújt, gyorsan hozzáadta egy földi királyfihoz, féti a királyfiához, Péleuszhoz. És nagy nehezen aztán Tétis is beadta a derekát, tehát Fétiában zajlott a másik nász, egy, ami ugye esküvőbe is torkollott, és ebből a nászból született majd meg egyébként Achilleusz, aki a legnagyobb görög harcos lesz. De még mielőtt ennyire előre szaladnánk, mi maradjunk az esküvőnél, pontosabban a lagzinál, mert ott voltak fontos események a háború szempontjából. Erre az esküvőre mindenkit meghívtak, kivéve Ériszt, aki a Viszájnak az istennője volt róla, eddig még nem esett szó, de a görög mitológiában volt egy külön figurája a Viszájnak a veszekedésnek is, ez volt Éris, és őt nem hívták meg értelemszerűen az esküvőre, hiszen senki nem szeretne balhét egy lagziban, de Éris azért nem hazudtolta meg magát, nagyon-nagyon megsértődött, és úgy döntött, hogy azért tönkre teszi a part a maga módján, tehát begurított a nász nép közé egy aranyalmát, azzal feliratta, hogy a legszebbnek. És akkor három istennő, Héra, aténé és Afrodité versengett az almáját, mindegyik magának szerette volna, és Zeus úgy döntött, hogy a trójai királyfi Páriz Dönts el, hogy kié legyen az alma. És aztán mind a három istennő próbálta meggyőzni, hogy miért neki adja az almát, de végül Afrodité került ki győztesen, mégpedig azért, mert azt ígérte Páriznak, hogy ővé lesz a legszebb halandó asszony szerelme. Így ezért Páriz Afroditének adta az almát. Ennek következtében Héra meg Athéné eléggé megsértődött, és Páriz viszont megkapta Helenét, aki, ugye emlékeztek, akkor már férné volt, mégpedig Menelaos pártai királynak a felesége volt, de Páris Menelaos kincseivel együtt nemes egyszerűséggel megszöktette Helenét, és magával vitte Trójába. Ez ugye hatalmas sértés volt a görögök számára, bőven ok arra, hogy, hogy megtámadják Tróját, tehát a trójai háborúnak a kiváltó oka tulajdonképpen ez a nőrablás volt. És tulajdonképpen az előzmények azok nagyjából meg is határozták, hogy ki kivel van. Tehát ha megnézzük a trójai háborút, próbáltam egy ilyen nagyon vázlatos infografika szerűséget összehozni ebből. Természetesen ez is egy nagyon erősen szelektált a dolog, nagyon sok mindenki nincs benne, inkább csak azokat próbáltam összeszedni, akik fontosak a homérosz szépasoknak a megértése szempontjából. Tehát nézzük, hogy kik voltak a görögök. Ugye Hellász akkor még nem egy, nem egy egységes állam, hanem több kis királyságból áll össze Hellász, és ezeknek a görög királyságoknak a seregei indultak Trója ellen, itt néhányan konkrétan, ugye értelmszerűen Menelaos és a spátaiak, hiszen az ő feleségéért ment a harc, aztán az ő testvére a mükénei király Agamemnon, és a mükénéiek, egyébként Agamemnon volt a legerősebb, tehát ő volt a, ő volt a hadvezér, tulajdonképpen a görög ö, seregnek ő volt a vezére, és róla is rengeteg mitológiai történet szól, egy eléggé hát nem jó arc, de aztán nagyon, nagyon szomorú sorsa is lett neki is, meg a gyerekeinek, majd lehet, hogy később a görög drámák idején lesz erről szó. Szóval Agamemnon és a műkénéiek, aztán fétiából jöttek Achilleus és, és az ő serege, és Akileusznak a legjobb barátja volt Patroklosz, az ő nevét is idejét, mert majd fontos lesz az illiás cselekménye szempontjából, és ott voltak például, ott voltak még az itakaiak, akiknek a királya pedig Odüsseus volt, és majd látni fogjuk, hogy neki kulcs szerepe lesz a háború eldöntésében. Trójában pedig a királyt, aki ekkor már egy, egy idős ag király volt, úgy hívták, hogy Priamosz, ő akkor már a második feleségével, Hekab Hekabéval Uh, uralkodott Trójában, és több gyerekük is volt, de a mi szempontunkból itt most uh, két fiú fontos. Hektor a fiatalabbik, a fiatalabbik herceg, és uh, nem, Hektor az idősebbik, bocsánat, az idősebbik herceg, aki tulajdonképpen a az örököse, és Páriz a fiatalabbik, aki ugye odaítélte az aranyalmát a, uh, Afroditének Helené szerelmét cserébe. Tehát Hektor az idősebb, az ő felesége Andromaké, ez több helyen is előkerül majd az Iliázban, és az egyik legszebb rész az, ami Hektornak és andromakhénak a, a, kapcsolatát, a szerelmét és ezt a családi boldogságát írja le. És annyit még tudni kell a trójaiakról, meg az ott uralkodó királyi családról, hogy Párizs születésekor Priamos kapott egy jóslatot, hogy a születendő újszülött, az trója vesztét fogja okozni. Ezért ő a csecsemő Páriszt odaadta egy szolgájának, hogy, hogy ője megvesse le a, egy, egy hegyről. Ugye ez egy bevet módja volt a, a nem kívánt gyermekektől való megszabadulásnak. De mindenféle csodás körülményeknek köszönhetően, ebben most megint nem megyünk bele, visszakerült Trójába Páriz, és tulajdonképpen az a lelkiismeretfordulás, amit Priamos érzett a saját fiával szemben, az azért sok szempontból befolyásolja az eseményeket, tehát az, hogy Priamos nem ültette föl Helenét egy hajóra, és küldte vissza a férjéhez spártába, ahhoz ez is hozzájárult, hogy, hogy volt egy ilyen erős lelkifordulás a saját fiával szemben. És az az érdekes a trójai háborúban, vagy az is érdekes, hogy, hogy a, az istenek is kiveszik a részüket, belőle. Tehát egyrészt drukkolnak valamelyik oldalnak, de nem csak drukkolnak, hanem konkrétan be is avatkoznak többször, ugye nyilakat térítenek el, ködöket bocsátanak le, tehát az Iliás cselekményében többször bele, cselekményében többször beleavatkoznak az istenek. Értelemszerűen a két sértődött istennő, Héra és Aténi, ő a görögök pártját fogja, és a görögöket segíti, illetve az ő pártjukat fogja Poseidon is, hiszen, hiszen, az unokája a legnagyobb görög harcos Achilleus. Míg Apollon és Afrodité a trójaiakkal van, őket segíti, és Zeus eleinte próbál nem nyíltan állás foglalni, csak úgy szörmentén terelgetni az eseményeket, de aztán végül nyíltan a trójaiak mellé áll. Maga a háború egyébként tíz évig zajlott, és ahogyan azt azért a többség tudja, végül egy csellel sikerült a görögöknek bevenni tróját, mégpedig Odysseus ötlete nyomán egy falovat hagytak a tengerparton, ami teljesen úgy nézett ki, mint egy isteneknek szánt áldozat lenne, hogy megsegítse a görögöket, akik már tényleg az erejük végén voltak, meg dögvés sújtotta őket, meg tehát teljesen hihető történet volt az, hogy egy ilyen áldozati állatot ácsoltak, és azért a trójaiak nem tudták, hogy mit tegyenek, tanakodtak, voltak, akik figyelmeztették őket, hogy nem kéne bevinni a városba ezt a falovat, de végül bevitték Trójába, és a, a görög, a faluban elrejtőzött görög harcosok végül aztán az éjszaka leple alatt bevették Tróját, megölték Priamoszt, és a, az egész város tulajdonképpen Porig rombolták, és ahogyan arról már egy korábbi videóban is szó esett, a, a Trójából menekülő túlélőknek a csoportja Énász vezetésével lesz az, aki aztán majd eljut ö, Itáliába, és tulajdonképpen a, a rómaiaknak egyfajta ős atyáiként majd ett egy új hazát alapítanak. Na nagyon röviden, ennyi lett volna a trójai mondakör. Hamarosan jelentkezem. Sziasztok!